Olaszországban meghalt egy 5 éves kisfiú, amikor egy Lamborghini terepjáró egy YouTube kihívás során belerohant egy autóba. A terepjáróban állítólag a Borderline nevű YouTube csatorna létrehozói ültek, akik egy 50 órás folyamatos autóvezetés kihívását próbálták teljesíteni. A másik autóban ült a kisfiú, 3 éves húga, aki súlyosan megsérült, és édesanyjuk. A Borderline YouTube csatornának több mint 600 000 követője és több millió megtekintése van.